Utolsó kampányeseményét tartotta Athénban a görög új demokrácia. A 2015-ig az országot irányító, jelenleg ellenzéki párt elnöke azt ígérte, ha ismét kormányt alakíthat, akkor minden görög miniszterelnöke lesz. Erre elég jó esélye is van, mert a közvélemény türelme látványosan elfogyott a jelenleg az országot vezető baloldali Szirizával és Alexis Tsipras miniszterelnökkel szemben. Az Euronews tudósítója azt mondta, az athéni hőség ellenére az új demokrácia hívei ott voltak az utolsó gyűlésen. Érezni lehetett az izgatottságot, a szenvedélyt, a párt támogatói hisznek a győzelemben. Görögország újjászületése csak az emberek nagy többsége által támogatott erős kormánnyal képzelhető el. Ez kell ahhoz, hogy meghozhassuk a helyes döntéseket, gyors eredményeket érhessünk el, és az egész ország felhatalmazásával tárgyalhassunk a partnereinkkel. Ezt a felhatalmazást kérem tőletek vasárnap, mondta a pártelnök. Az új demokrácia májusban 9% pontot vert a kormányzó Szirizára, és a felmérések szerint ez az előny akár még nőhetett is az azóta eltelt hetekben. Elemzők szerint az nyeri a választást, aki képes maga mellé állítani a középosztályt.